Üdvözlök mindenkinek, Rukin vagyok. Srácok, jön egy kis Division. Miért ne? Című történet. Most, hogy szétformoltam az agyam, szeretnék rávilágítani, megmutatni néhány buildet, amit, és ez nagyon fontos, ami nagyon egyszerűen elérhető azon játékosok számára is, akik nem nincsen idejük órákat szánni arra, hogy farmoljanak és legtökéletesebb cuccokat összehozzák, és ez rám például igaz azért, mert az dolgozom, videózom, élem az életemet, tehát nem feltétlenül vannak óráim és óráim arra, hogy a legjobb cuccokat összehozzak, és szeretnék nektek mutatni egy-két synergy buildet, amit bárki elérhet könnyen, és higgyétek el nekem, én nem vagyok azon, hogy is mondjam, szerencsés videósok között, akiknek ilyen bónusz drop chance boostjuk van arra, hogy godroll cuccok essenek a kezükbe. Van egy-kettő cuccom, ami tényleg jól, jó szerencsével ki tudtam forgatni, hogy jó legyen, de nem feltétlenül azok a legtökéletesebb cuccaim vannak meg, és ám mégis olyan szeretném azt mondani, hogy erős buildeket dobtam össze, amik kiválóan működnek csapat, illetve szóló szinten is, és meg fogjátok látni, hogy egyes buildeknél olyan szabadságot enged meg egyes buildek abban, hogy fegyver használat, képesség használat, amivel mindenképp úgy gondolom, hogy nagyon sokatok megtaláljátok a számítást és a játék stílust, amit szeretnétek játszani. Igyekeztem úgy összeállítani az összes buildet, hogy meglegyen egy szabadság ezekkel a buildekkel, és mindenki úgy használja őket, ami a legmegfelelőbb játékstílus számára, és ezért is itt kiemelem, hogy ugye ezek számomra megfelelő stílusok, és én amit ki tudok hozni belőlük. Mindegyik buildet el fogom magyarázni, és mindegyik build mellé, amit csináltam, lesz egy, hogy is mondjam, példa videó. Szóval nem lesz egy rövid videó, de látni fogtok példákat arra, hogy hogyan működik ez az egész az akció közepette, és hogy mennyire hatékonyak tudnak lenni. Mint mondtam, az egész valami a szinergire épül, és arra, hogy együttműködés legyen, és ez az egyrészt, ami meg tudja adni ezeknek a buildeknek a szabadságát, úgyhogy nem is húzom nagyon tovább az agyatokat, vágjunk bele. Az első build, amit szeretnék megmutatni, az egy sima DPS build, olyan cuccokból, amit a utcasarkon is össze tudtok szedni, a lehető legegyszerűbben megszerezhető egzotikus tárgyakból, illetve olyan nem egzotikus tárgyakból, amit a játék viszonylag gyakran dob, tehát nem kell órákat és órákat farmolj érte, ki fogja dobni előbb-utóbb, és ha szerencséd van jó rollokkal, ha nincs szerencséd, nincs jó rollokkal, de nem számít, amennyiben hasonszőrű dolgokat állítasz össze, amit én itt megláthatod, hogy a teljesítménye a buildnek nagyon-nagyon kielégítő lesz. Legendary-től heroic, bocsánat, challenge-től heroikig mindenhol hely fogsz tudni állni vele. Ezzel a build-el játszottam mindaddig, ameddig a többi build-et sikerült összehozni, és teljesen megfelelő volt, és nagyon-nagyon elégedett vagyok vele mind a mai napig. Főképességnek a Firebolt választottam. Egyrészt a heal képessége miatt, legfőképp a heal képessége miatt, hogy fel tud gyógyítani amúgy, de bármelyik másik fő signature, tehát fő karaktert is választhatod, vagy specializációt választhatod, hogy így mondjam. Pestilence-et használok szimplán azért, akárki akármit mond, számomra ez a legerősebb Light Machine Gun PvE-ben, sőt PvP-ben is egész pofás, de PvE-ben egyszerűen elképesztően jó, és egy damage build-el még jobb, mert még több damage-et tudsz kioszteni, amennyiben megölöd az ellenfelet, ugye a Pestilence rányomja a fertőzést a környéken lévő ellenfelekre is, és azok, és hogyha egy teljes tárat beleeresztesz egy ellenfélbe, nálom az 500 ezer damage-et díle tikkenként, ahogy öli a környékbéli enemiket. A kisebb enemik teljes mértékben meghalnak. Általában azt szoktam csinálni, hogy egy nagyobb ellenfelet kiválasztok, egy tankot, belenyomom a teljes tárat, és ha sikerül megölni, akkor az ugye egy teljes tárnyi fertőzés pestilent száll rá a környékre, tehát instant öli az elit enemiket, jó, nem instant, de megöli az elit enemiket is, és gyakorlatilag több munkát tudok végezni egy ellenféllel, hogyha így
így tetszik. Szóval nagyon hatékony a build, Coyote Mask egyértelmű, jók a buffé, jók a damage-ek, amit ad, Perfect Glass Cannon. Perfect Glass Cannon ugye megnöveli a sebzésed 30%-kal, de 60-nal be is nyeled, 60%-kal azt a damage-et, úgyhogy nem mondom azt, hogy egy tank build, ezért vigyáznod kell a Perfect Glass Cannonnel. És a másik ugye, ami fontos, Contractor's Gloves, az egyetlen olyan kesztyű szerintem, ami megbízható, hogy a damage buildről van szó, főleg az armor damage miatt. Továbbá, amint látjátok, van mindent rányomtam fegyver damage-re, amit így lehet csinálni. És amint látjátok, ugye rifle damage van, LMG damage van, és ebből a szempontból Assault Rifle-től LMG-ig, bármelyik specialistától kezdve választhatsz akár rifle-öket is, sniper-eket is, egy általános damage build, ami nagyot fog sebezni, érted, nem csúcs nagyot, de nagyot fog sebezni ahhoz, hogyha ügyes játékos vagy, akár szólóz vele, vagy csapatban is játszál vele, amint itt a videó példa is fogja mutatni. Serious trauma detected. Következő build, és azt hiszem ezt nagyon sokan fogják szeretni, azok, akik skilleket szeretnek használni, de nem szeretnek lekötve lenni csak egy skillhez, és szeretnék, hogy a buildjük az minden skillel működjön, akkor itt van ez az a build, amit szeretnél csinálni, és nem is túl nehéz kifarmolni, nekem összejött gyakorlatilag egy nap alatt. Technician-t fogunk választani, specializációnak fontos, leginkább azért, mert nagyon segíti a skill buildeket. Szóval, és élvezem a Signature fegyverét, tehát élvezem ezt a rakétavetőt, hogy őszinte legyek. No de, ami fontos, hardwired settet fogunk használni, kérem szépen, mert a hardwire arra van optimalizálva, hogy nagyobb skillsebzésed legyen, gyorsabban jöjjenek vissza a skilljeid, és a többi. A lényeg számomra, hogy ebben a sorrendben használva a settet gyakorlatilag,
Úgyhogy ezzel a táska, annyi bónusz kapsz, hogyha ebben a sorrendben használod, hogy a táska lecsökkenti, még tovább csökkenti a skillek újratöltődését. Szóval ez azt jelenti, hogy két harc között mindig minden skillem lesz. Ebben az esetben, és nem kötelező megint csak mondani, ebben az esetben ugye a Stingert használom, illetve az Oxidizert. Kurva egyszerű, ugye Stingerrel véreztetek, Oxidizerrel pedig az Armort sebesítem. Na de annyira hatékony a build maga, hogy nem is kell használjak fegyvert gyakorlatilag. Ugye 7 ammon van az Oxidizerbe, lerakom a Stingert, az véreztet össze-vissza, lövöm az enemiket az Oxidizerrel, és amire egy-két enemit kilövök az Oxidizerrel, addigra visszatöltődnek az ammok. Vannak olyan harc szekvenciák, ahol nem is lövök a rendes fegyveremmel, csak a csapatomat támogatom ki. És ennek a buildnek az lenne a lényege, hogy a csapatomat a skilljeimmel kitámogassam, aztán ők majd DPS-elik, de én megkönnyítem a haladást, rárakom azokat a státuszokat az enemire, hogy megkönnyítsem a haladást a játékban. Heroic, challenging, teljes mértékben helyt fogsz tudni állni vele. Viszont ugye, amit látjátok, nem túl sok az élet, így aztán te az vagy, aki a háttérből, fedezékből nyomja az enemire. Ha a csapatot tud DPS-elni, te tudsz nyomulni velük. Tapasztalatban mondom, amint itt látni fogjátok hamarosan a klippet is, hogy hogyan működik ez a build. Perfect Spark a mellény skill, vagy sima Spark, teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha skill-el sebzünk, akkor megnő a fegyversebzésünk, megint csak a kesztyűben pedig még több skill damage van, és ugye, amit látjátok, status effect az elég fontos ebből a szempontból. És ugye az a jó, tehát amint látjátok, tehát például itt ugye olyanok vannak, skill damage, skill duration, a táskában repair skill, tehát nem vagyok lekötve ehhez a két skillhez. Ha szeretném, hogyha mondjuk szólózom, akkor turretet rakok ide be, A-Stingert, vagy Seeker Mind-t, vagy valamit, minden skill gyorsan jön vissza. Nem instant, tudom, hogy vannak egyes buildek, ahol instant jönnek vissza, de minden skill jó időben jön vissza, és kellemesen tudod őket használni, de csapatfókusz és orientált szóló buildre mást használok, de jöjjön a klip, hogy hogyan működik ez a build. Excellent. I'll send in a team to dismantle the rest of that crap once you've cleared the site. Oh.
Don't let Wilson get away. This is foolproof! Immediate medical assistance needed. What the guard did? Can't bring a shot to help. A következő build, ha azt hitted, hogy title update 9 után ez a True Patriot meghalt, mert hogy nerfölték az armor törtés, akkor nagyon tévedsz. Megmutatok rá egy módszert, és több videót vágok be ehhez a True Patriothoz, mert egy olyan buildet sikerült itt összehozni, ami nagyon-nagyon jó szinergiben van mindenkivel, csapattal, specialistával, bárkivel, szóval, és kérdezhetitek, hogy miért nem azzal a specialistával használom, vagy miért nem amazzal, egyszerűen, és itt jön a válasz rá, és ez szerintem sokatoknak imponáló lesz. A minigános csókát használom. Miért? Úgy gondolom, hogy a minigán az egyik legalul használtabb fegyver, és egy olyan fegyver, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék használni, de sosincs bele elég ammó, túl gyorsan kifogy, nincs rá lehetőség használni, mert ledamage-elnek az ellenfelek. Na most, ezzel a bilddel, amit itt csináltam, esélyetek lesz, és meg fogjátok látni a videókban, esélyetek lesz ezt használni, amennyiszer szeretnétek, ahogyan szeretnétek. Úgy ki fogtok tankolni vele bossokat, heroiktól challengingig, bármelyik bosst ki tankoljátok ezzel a bilddel. Na most, hogy miért nem Firevolt használok specialistának, azt is lehet, rajtad áll, melyik tetszik. Amelyik tetszik, rajtad áll, ez a kettő közül, na de ezt a minigánt én nagyon élvezem. És ne felejtsük el, hogy amikor előveszed ezt a minigánt, 50% bónusz armort fog adni. Értitek? 50% bónusz mindegyik signature golyóért, ami be van töltve. Továbbá 1%-kal ugye javít az armoron találatkor. Gyerekek, mi kell még egy tankbuildhez? Nézzétek meg az életemet! 1,5 milla. Oké, tehát 1,5 milla armorom van. Alapból. Jó? Akkor most jön az egész buildnek a szinergie. A True Patriot képes tölteni az életedet. Ugye? Tehát azzal, hogyha fehér buffot kapsz, elkezdi tölteni az armort. Ha egy teljes zászlót belelősz az enemybe, felrobban. Na most ez azt jelenti, hogyha egy enemy felrobbantja a többit is. Instant elkezdett feltölteni az armorodat a Bloodsucker képességgel. Táskában Bloodsucker van. Ugye mit jelent az? Mindig kapsz 10% bónusz armot 10 másodpercig, hogyha ölsz. Értitek, mit mondok? 5 enemy felrobban az 50% armor. A 1,5 millának az 50%-a. Na most sokszor azt csinálom, hogy megölök mondjuk 5 enemit, mert oda tudok menni, ha hozzájuk közel, és hinnye azt is elmondom, hogy megölök 5 enemit, 50% armor, és előveszem a minigant, még rámegy 50% armor, és a minigun fullon van golyóval. Végig tudok mászkálni, hogy legendary heroikok képességeken annyi armorral, mint a szemét, és lövöldözhetek nyugodtan a minigunnal, és ennyivel 1000 RPM-mel ledps-elsz ott mindenkit, és töltöd vissza a Bloodsucker miatt az armorodat, töltöd vissza az armorodat a minigun miatt. De itt még nem ér véget a móka, mert hogy ugye itt van még ez a mellé, nemrég kaptam ki tök véletlenül, tehát használhatsz Unbreakable-t is, de itt van most ez a Trading Grade Armor System különleges kis mellény, ilyen statokkal sikerült elsőre kifogni, egy kis armoron kill képességnek, és azt mondja, ez társakat is kisegíti, hölgyeim és uraim, hogyha megtörik az armorod, tehát elfogy az armorod, visszatölti 80%-át 10 másodpercig, 10 másodperc alatt bőven megölsz annyi enemit, hogy a True Patriot visszatöltse az armorodat, és megkapd a bónusz armot a Bloodsucker miatt, és mindenkinek tölti, nem csak neked tölti vissza azt az armot, hanem a társaknak is, és csak 45 másodperces a lehűlési ideje. Elképesztően jó.
képességeknek, és ez itt a legjobb, hogy nem kell legyen skill tire-od. Ha van skill tire-od, annál jobb. Érted? Tehát ha skill tire-re akarsz buildelni, hogy itt fel legyen, annál jobb. De nem kell, hogy legyen skill tire-od ahhoz, hogy megfelelő erősséget érjél el, ugye a shieldnél, gyakorlatilag, és ezzel szoktam tankolni. Beszoktam tenni ugye a Defender drone-t ahhoz, hogy csökkentse azt a bizonyos damage-et, tehát 20% az pont jó, mert összeadódik a shield-del, és a kettő együtt miatt tudok tankolni enemiket, le tudom őket lőni, mindegy milyen fegyverrel, de, és a fegyver szinergia is elég fontos, ugye ez a két fegyver simán rámegy damage-re, de például mehetünk egy Perfect Vindictive, igen. Tehát ha megölök például egy enemit, aminek státusz, akin státusz effekt van, és mivel hogy közel tudok menni az enemihez, meg tudom lőni az érzékeny pontokat, ezért áram alá kerülnek, felgyulladnak, felrobbannak, véreznek, tehát mindig eneminek van valami gyenge pontja, ugyebár, és amint státusz alatt megölöm őket, még több crit hit chance-et kapok, még több critical hit damage-et. Vész esetben, hogy ez nem egy damage build, ez egy tank build, és a True Patriot set bónusza az, ami damage-essé teszi. Oké, és akkor most jöjjenek a klippek. Nem lesz rövid. Hajrá! Explosive devices disarmed. Network disabled. Now cast. Whoever tried to detonate the IVs must be close.
Hunt them down and take them out. Vital signs critical. They're moving back. Heavily armed hostile detected. Következő build, és megint csak mondom, semmi nagyon extra itemekből van összerakva, de ez lenne az én státusz buildem. Arra fókuszálok, minél több státuszt rá tudjak rakni az enemire, és ezáltal érek el damage-et. A képességnek ugye a kis gránátvetőnket fogjuk használni, leginkább azért, mert a gránátvetős csókának a gránátjai véreztetni tudnak. Oké? Okay? És a build erre fókuszál. Szóval a 4 szettes ongoing directive-nek a képessége, a bónusz képessége az, hogy dobja, hogyha státuszos enemit ölsz meg, hollow point ammót fog dobni, ami megnöveli a fegyversebdés 20%-kal és vérzést okoz találatkor. Szerintem már mindent elmondtam. Című történet. Na, hogy működik maga a build? Stinger, hogy véreztetést okozzak. Oké? A turret csak azért van, hogy ne akarjanak megkerülni az enemik. Fegyver, főfegyver, pestilence. Ha nincs pestilence, ez semmi baj, mert itt van a perfect sadist, ami vérző enemikre nagyobb damage-et oszt ki. Továbbá, hogyha 3-at megölsz, akkor a következő enemire vérzést kezd el okozni. Na most, az ongoing directive, hogyha megölsz egy státuszos enemit, az eldobja ezt a különleges ammót, és az ongoing directive táskának, és ez egy solo build, az ongoing directive táskának a képesség az, hogy 40 méterről összegyűjt minden ammót, armor kitet, mindent összegyűjt 40 méterről, hatalmas a 40 méter ebbe a játékba, és ezáltal ugye gyakorlatilag megölsz egy enemit, amit státusszal öltél meg, összegyűjtöd 40 méterről, újra töltéskor összegyűjtöd az összes ammót, automatikusan behúzza neked, és ezáltal mindig, kivétel nélkül mindig lesz ez a holó ammód, kivétel nélkül mindig véreztetni fogsz. Na most én a pestilence-et értelemszerűen azért használom, mert 2 státuszt tudok így rögtön ráadni az enemikre. Instant lebontja
az enemiket, amit látni fogjátok a hamarosan következő klippekbe, instant bontja le, elképesztően nagyon hatékony build, szóló és csapatszinten is, de én ezt például szólóra szoktam használni. Csak megbújok egy izi alatt, lelövök egy enemit, összegyűjtöm a golyókat, és már véreztetek, és a pestilenccel fertőzök. Szóval elképesztő módon jól működik. Na de mi van, hogyha csapatba szeretnél menni, szeretnék mutatni egy alternatív opciót. Ha csapatban szeretnél menni, nem mindig te fogsz ölni, lesznek tőled értelemszerűen nagyobb damage-esek is. Itt van ez a táska. Látjátok? Ennek a táskának a képessége a Creeping Death. Azt mondja, hogy when you apply status effect, tehát amikor státuszt okozol egy enemynek, mindazon enemik megkapják ezt a státuszt, ami 8 méteren belül vannak annak az enemynek, akire te státuszt okoztál. Tehát 8 méteren keresztül mindenkit megfertőzöl arra, akire mondjuk a pestilenccel rálősz egyre, 8 méteren belül mindenki megfertőződik a pestilenccel, ugyanúgy a vérzéssel, mindennel. Érted? És mivel, hogy csapatban vagy, nem mindig te fogsz ölni, de nálad lesz a stinger véreztetésre, te legalább akkor is vérzést fogsz okozni az enemiknek környéken mindenhol ezzel a táskával. Viszont akkor le kell cseréld a mellényedet a mainlane-re, az ongoing directive mellényre, hogy meglegyen a bónusz. A bónusz az pedig az, hogy nem fogja 40 méterről már összegyűjteni az ammót meg mindent, tehát nem fogja 40 méterről összegyűjteni, de 35%-kal növeli meg a fegyversebzésedet, és nem 20%-kal, vagy 30, vagy mennyivel. Szóval valamiért, de csapatban nincs annyira szükséged, hogy 40 méterről összegyűjtögesd az ammót. Ebből a szempontból is nem is lesz rá mindig lehetőséged, mert nem is biztos, hogy te fogod megölni az utolsó enemit. Viszont csapatban akkor ki tud segíteni a véreztetéssel, ki tud segíteni a pestilenccel, mindennel, azáltal, hogy ezt a táskát viseled a Creeping Death, képességgel. Szóval ez lenne a build közötti synergy. Antumro backpack azért nem rossz így magába, kritika hit damage miatt, szóval jó lenne, hogy erre a táskára kapnátok ki ezt a képességet, hogy értitek, amire gondolok, szóval vagy ráforgatni, vagy valami ilyesmi, hogy extra damage-ér, hogy te is tudj valóban damage-elni ott. És hát jöjjenek a klippek, hogy hogyan működik ez a build. Elevator that should take you to the mall. Wilson is still by the entrance. We've spotted a mortar team with him. These are probably the fuckers who attacked the castle. Hostile forces incoming. Back off! Vital signs critical. Damn, I got a hug. Yeah.
Don't let Wilson get away. Wilson's unit is out of action, and you've crippled Trueson's chemical warfare. A következő buildet egy kicsit nehéz bemutatni, de ulti build, én csak úgy hívom. Setnek fogjuk használni, ugye, a Tip of Spear-t. A Tip of Spear bónusza az annyit tesz, hogy 60 másodpercenként, vagyis percenként Signature Ammo-t kapsz, tehát speckó fegyver Ammo-t kapsz, és hogyha megölsz valakit azzal a speckó fegyverre, akkor az megnöveli a fegyverednek a sebzését. Oké. Okay. Amit látjátok, Pestilence mindenhol szeretek használni. De ennek a buildnek nem az a lényeg, ennek a buildnek a fun faktor a lényege. Oké, okay, a fun faktor. Amint látjátok, táskának Perfect Glass Cannon, illetve ha megölök egy enemit, akkor feltöltődik ugye a Bloodsucker képessége, feltöltöm az armoromat, egy kicsit jobb túlélés kép érdekében, de az a lényeg, hogy speckó ammo, jöjjön a speckó ammo, srácok. Nehezebb bemutatni, mert nem tudom megmutatni azt, hogy pontosan milyen gyorsan jön vissza az ammo, de amire észbe kapsz, már tele vagy speckó ammóval, és egyértelmű, hogy miért a gránátvetőt használom, ugye. Semmi nagyon extra, csak speckó ammo hegyén hátán, gyerekek, hegyén hátán, és annyira kellemes és jó érzés játszani az ulti fegyverekkel, ugyebár, és hogy mindig az visszajön. Ez a build semmi nagyon extra, amit látjuk, tehát nem is az van, hogy bármi különleges kép, fegyver damage, vagy ilyesmi lenne benne, amit tudtam, beleforgattam, egy nap alatt kiformoltam, amit kijött, Perfect Glass Cannonnel megnövelve a damage-et, egy kis túlélés érdekében, ugye lejön, töltődjön legalább újra az armor, és aztán menjünk és ultizunk, nem sok magyarázatot kíván ez a build. Fegyverek szempontjából azt használsz, amit jól esik, skillek szempontjából azt használsz, amit jól esik. Itt a lényeg. Itt a lényeg. És ugye tekintve az, hogyha kapsz különböző dolgokért kapsz ugye speckó fegyvert, tehát hogyha már ott tartunk, hogy Synergy, újratöltés nélkül minél több enemit ölsz meg, az növeli az esélyét, hogy kapjál ulti golyót, hogyha jól tudom, 200 golyóból ennek a fegyvernek, ugye a Quiet Roar-nál kijön az, hogy megölsz egy pár enemit újratöltés nélkül, és nagyon gyorsan tudod tölteni, ugye a csapatoddal nagyon gyorsan töltitek azt a kis szegmens, hogy jöjjön vissza mindig az ulti fegyver magától is, és a setnek a bónuszával is. Szóval mindig lesz nálad 3-4-5 ulti golyó. És csak ne feledkezz meg róla, hogy van, mert nagyon gyorsan visszajönnek. De jöjjön, megmutatom, hogy hogyan működik a build. What they did to the castle. A good agent is now in your group. Vital signs critical. Agent has joined your group. Lincoln's been waiting for this delivery. We've got to get those shells on the train. As your sergeant, I'm ordering you to move those shells. Uh-oh. Uh-oh.
Medical assistance needed. Don't let Wilson get away. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tudom, kicsit hosszra sikeredett, de remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy tudtam segíteni, és remélem, hogy meg tudtam mutatni, hogy nem kell über különleges bildeket összedobni ahhoz, hogy élvezd a játékot, nem kell über különleges statok ahhoz, hogy tudj haladni a játékkal, hogy jól érezd magad a játék közben, hogy ne azt nézz, hogy nézzük az a videós, persze, hogy neki működik, mert kiforgatta a tökéletes statot, nem erről van szó. Amit láthattátok, nekem sincsenek tökéletes statú fegyverek, vagy tökéletes statú cuccok. Jó, a fegyvereket egész jól kimakkoltam, de sokat farmoltam, érted? Tehát ez a, amióta bejött, amióta újra elkezdtem divisionozni, azóta a farmolással vagyok elfoglalva, hogy egy-kettő persze, hogy kiesett, de hogy eleinte nem esett ki, és akkor is tudtam haladni például a DPS build-el, amíg megszereztem ezeket a szetteket, és összeraktam, hogy olyan synergy legyen, ami kell. Szóval, ja, ez lett volna. Remélem, tényleg tudtam segíteni. Ettől függetlenül úgy bildeltek, ahogy nektek tetszik ebben a játékban. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Hogyha bármi kérdés van Division 2-vel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek föl. Igyekszek róla csinálni a videót, hogyha olyan a dolog. És ja, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!